Ő itt Tatai Péter. Ő pedig Mikler Roland. Mi vagyunk a magyar kézilabda válogatott kapusai. Szurkoljatok a válogatottnak. És nézzétek a Zeneshow TV-t. A dánok elleni Európa-bajnoki középdöntő mérkőzés délelőttjén pörgős, egyórás tréninget tartott a magyar férfi kézilabda válogatott a találkozó helyszínén. A csarnok az edzés alatt természetesen üres volt, de este valami hasonló hangulat vár a csapatra. Így szurkolt közel 14 ezer dán a válogatottjuknak a spanyolok elleni csoportrangadón. Ha a hazai pálya nem lenne elég, a világ egyik legjobb válogatottja a dán, ráadásul ők a címvédők az Európa-bajnokságon. Egy szóval, nem lesz egyszerű dolga a magyaroknak. Hát minden ellenem szól, én is úgy gondolom. Bírói támogatásra megint nem kell számolnunk. Viccet félretéve persze, ők az esélyesebbek a meccs esélyesét, de hát azért kell lejátszani ezeket a meccseket, meg a labda gömbölyű, ugye ezek közhelyek, de akkor is így van. Tehát nekünk úgy gondolom, hogy az lehet a fegyverünk, vagy a mi mellettünk szólhat, hogy tényleg egy nyugodt, felszabadult csapatjátékot tudunk játszani, mindenki lehetőséget kap, mindenkinek hozzá kell tennie, és nem azzal kell foglalkoznunk, hogy mi lesz a vége, hogy lesz a vége, hanem amit elkezdik a mérkőzés. Egy védekezést kell jól megoldanunk, egy támadást kell jól megoldanunk, és folyamatosan lépésről lépésre kell magunkat építeni. Hasonló lesz, mint hogyha egy norvég meccset játszottunk volna abból a szempontból, ugye, hogy idegenbe fogunk játszani, mert azért az a mérkőzés is olyan volt, hogy egy fullházas norvég közönséget játszottunk, na itt egy fullházas dán közönséget fogunk játszani, de én úgy gondolom, hogy rajtunk nincsen tár, úgyhogy jót fogunk játszani. Dán csapat nagyon erős, mégis úgy gondolom, hogy ez számunkra egy olyan mérkőzés, amikor kimehetünk, tiszta szívvel küzdhetünk, és igazából nincs mit vesztenünk. Nem fogja a csapatot zavarni se a tehetház, se az, hogy esetleg a bírók ellenünk fújnának. Van a csapatunk annyira profi, hogy kizárja ezt a külső tényezőt, illetve hát nincsen semmi veszítelje valónk, tényleg felszabadultan, jó kedvel kell játszanunk, és többek között talán ez is lehet egy olyan pozitív dolog a részünkről, amivel egy jó meccset tudunk játszani a dánok ellen. Vasárnap egy kicsit könnyebb napja volt a válogatottnak, regeneráló futás és konditermi erősítés szerepelt a programban, többen kisebb sérüléssel bajlódnak, Lékai Máté pedig belázasodott, ennek ellenére mindenki ott lesz a keretben a dánok ellen. Szükség is van mindenkire, és mindenki jó teljesítményére. Óriási iramú mérkőzésen, keveset hibázva, fölvállalva a rizikot, csak úgy lehet a dánok ellen eredményesen játszani. Az se baj, ha benne van a hiba lehetősége, hiszen ez a magyar csapat erején fölül produkált eddig. Ma estére már úgy jövünk mérkőzés, hogy nagyjából eldől az, hogy a helyezéseink hogy alakul, kell-e még mérkőzést nyerni az első 8-ba, vagy már bejutottunk, és ebből adódóan egy felszabadult játékkal meg lehet lepni a dánokat. De én azt gondolom, ugye volt tegnap is egy taktikai megbeszélés, a délelőtt egy-két specifikum, amit kell csinálni, délután lesz egy komoly megbeszélés, és segíteni fogunk a csapatnak, hogy megtalálja a lehetőségeit. A dánok természetesen nyerni akarnak, bár ahogy Sas György, Dániában élő kézilabdaedző elmondta, a játékosok óvatosan nyilatkoznak a magyar meccsről. Az a nyilatkozatokat, amiket én olvastam, ők is kicsit óvatosak. Te viszont a sajtó és a nép az utcán az 100%-ig biztos abban, hogy a dánok ma nyernek, és akkor az izlandi mérkőzésen az lesz, hogy ők valójában tudnak pihentetni játékosokat. A Dánia-Magyarország mérkőzés este 8:30-kor kezdődik Herningben. A mérkőzést élő szöveges tudósításban nyomon követheti a www.nso.hu oldalon.